Köszöntöm a kedves nézőket, én Zsíros Mihály vagyok. Hogyan hatott a pandémia az internetes kereskedésre? Vendégem Zilahi Krisztián, online marketing szakértő, az e-commerce Revolution, Magyarország első online üzleti valóság showjának házigazdája és szakmai mentora. Krisztián, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen, hogy meghívtál, örömre szolgál, hogy itt lehetek. Te online vetted meg a karácsonyi ajándékokat? Gyakorlatilag igen. A 90%-ukat online rendeltem meg, és ahogy így körbe kérdeztem a családomban, ismerőseim körében, ugyanez volt a helyzet. Mindenki azt mondta, hogy egyrészt semmi kedvük ez a sorbanálláshoz, a tömeghez, másrészt ma már annyira egyszerűbb ezt megoldani, házhoz hozzák gyakorlatilag az ajándékokat. Úgyhogy szerintem a legtöbben ezt a megoldást alkalmazták, vagy legalábbis nagyon sokan. Mit gondolsz itt a felvezetőben feltett kérdésről, hogy valóban az internetes kereskedelem nyertese a pandémiának? Én azt gondolom, hogy ha most szigorúan üzleti szempontból nézzük, mondhatjuk ezt, bár valójában tulajdonképpen az online kereskedelem abból a szempontból előnyként szolgálhat, és akár lehet mindenki a nyertes ennek a helyzetnek, hogy ahogy mondtam, gondoljunk bele, hogy hogyan alakult volna egy hasonló helyzet mondjuk 50 évvel ezelőtt, amikor még nem állt a rendelkezésünkre az internet. Hát nagy valószínűséggel megbénult volna a gazdaság, meg így a mindennapi életünk is szinte lehetetlenné vált volna. Tehát én azt gondolom, hogy egy óriási előnyként kell erre a helyzetre tekinteni, hogy amikor előállt ez a pandémia helyzet, már rendelkezésünkre állt az internet, illetőleg az online kereskedelem, aminek a segítségével egy csomó dolgot meg tudtunk oldani, például a bevásárlást tudtuk helyettesíteni. És hogyha konkrétan a számokat nézzük, igen, azt kell mondjam, hogy az online kereskedelem területén egyértelműen drasztikus növekedés mutatkozott a pandémia következtében. Eleve már ez az egyik olyan szegmens, ami kitartóan több mint 10 éve folyamatosan kétszámjegyű növekedést eredményez évről évre. De nyilvánvalóan ez a speciális helyzet most egy ilyen kiugró növekedést eredményezett az online kereskedelemben. Lehet tudni esetleg konkrétabban is, hogy milyen növekedést mutatott eddig? Igen, tehát gyakorlatilag 2019-ben már elérte a bruttó 781 milliárd forintos éves forgalmat. Ez az idei évben egy még erősebb tendenciát mutatott. És ami még érdekes, hogy ez a teljes magyar kiskereskedelemnek, a kiskereskedelmi forgalomnak közel a 8%-a. Ezt azért érdemes így megemlíteni, mert ugye önmagában is mondhatnánk, hogy hú, hát ez egy brutális növekedés, fantasztikus, viszont ha pedig arányaiban nézzük, ez még mindig csak azt jelenti, hogy a felszínt karcolgatjuk, mert a nyugat-európai országokban már 20%, az Egyesült Államokban pedig már 30% körül van ez az arány, tehát még csak most indult el tulajdonképpen ez a növekedési folyamat, még csak az elején járunk ennek, az más kérdés, hogy ezt erőteljesen felgyorsította ez a járványhelyzet. És mely termékeket vagy termékcsoportokat érintette leginkább a vírus? Hát egyértelműen az FMCG szektorban volt egy nagyon erőteljes növekedés, ugye nagyon sokan a mindennapi háztartási eszköz, illetőleg hogy is mondja, eszközöket, igen, élelmiszert, ugye ezt rendelték meg online. Aztán nagyon fontos nyertese volt az időszaknak, ennek az időszaknak a kert és a barkács eszközök, ugye otthon rekedtek az emberek, a számítástechnikai eszközök egyértelműen egyre több embernek volt szüksége laptopra, illetőleg asztali gépre, vagy voltak, akiknek egyszerűen csak föl kellett újítaniuk ezeket az eszközöket, mert rájöttek, hogy míg mondjuk korábban havonta egyszer használták ezeket, most ugye online home office dolgozni, ugye online oktatás, ezekhez szükség van egy modernebb gépparkra, úgyhogy ezt is beszerezték. Tehát talán ezek voltak a fő nyertesei, ezek a szektorok ennek az erőteljes fellendülésnek. De én azt mondom megint csak így átfogóan, így akár a saját szakmai tapasztalatom alapján is, hogy nagyon sok webáruház már a tavaszi időszakban is egyfajta karácsonyi Black Friday időszakot élt meg, tehát az első hullám idején, és itt a második hullám idején pedig ez a tendencia csak még tovább erősödött. Tehát nem egy olyan webáruházról tudok, amelyik például nyár óta konkrétan meg háromszorozta a bevételét. Hogy látod, mi a tapasztalatod, hogy a webshopok miben fejlesztettek, vagy hogyan reagáltak erre a helyzetre? Ezzel kapcsolatban kettős a megérzésem, vagy kettős a tapasztalatom. Egyrészt látom azt, hogy egyre többen látják meg az üzleti lehetőséget a webáruház indításban, azonban hozzáteszem eléggé téves elgondolásból azt gondolják, hogy hát ez egy önmagától működő folyamat. Tehát kinyitok egy webáruházat, és azonnantól kezdve dől a pénz klasszikus gondolattal, pedig ez egyáltalában nem így van. Én azt szoktam erre mondani egy ilyen analógiával, hogyha nyitsz egy webáruházat, lehet, hogy szuperek a termékeid, lehet, hogy nagyon jó vagy árérték arányban, de ez nagyjából olyan, mintha a 27. zsákutca pincéjében nyitsz egy boltot.
Tehát tök mindegy, mennyire jók a termékeid, ha az emberek nem tudnak róla, nem fognak nálad vásárolni. Tehát egyrészt ez a tapasztalatom. Másrésztről viszont azt látom, hogy szerencsére ennek megvan a másik oldala, és úgymond a pozitív oldala. Tehát mivel egyre több webáruház tulajdonos látja azt, hogy oké, ha viszont jól csinálom, ez megtérül, tehát a megtérülési arány pozitív, egyre több webáruház tulajdonosnál látom azt, hogy igenis elkezdenek tudatosabban gondolkodni abban, hogy hogyan legyen marketing stratégiám, vagy éppen hogyan érjem el a korábbi vevőimet, hogy újra és újra vásárolhassanak nálam. Tehát pont itt az e-commerce revolution kapcsán is nagyon sok ilyen Facebook csoport beszélgetésből, vagy hozzánk beérkezett kommentekből, levelekből láttam, hogy nagy az érdeklődés a téma iránt, hogy igenis egyre többen szeretnék fejleszteni, optimalizálni a webáruházukat, tehát megvan ez a tendencia is, hogy látják a webáruház tulajdonosok, hogy érdemes ebbe pénzt, időt, energiát fektetni, mert ha jól csinálják, az hosszú távon valóban megtérül. És végül még egy kérdés, hogy látod, hogy a pandémia után azok, akik most áttértek az online vásárlásra, ők visszatérnek a fizikai boltokba, vagy maradnak az online vásárlásnál, rendelésnél? Én azt gondolom, hogy egy jelentős része ezeknek a vásárlóknak meg fog maradni az online térben, pontosan azért, mert ugye ez a szükség hozta helyzet, rádöbbentette őket arra, hogy amitől korábban féltek, a nagy mumus, online kell vásárolnom, valójában nem is van félelmetes, sőt, rengeteg időt megspórolhat nekik. Akár a fizetéssel, akár a kiszállítással, akár azzal, hogy szerencsére ma már igenis egyre több webáruház nagyon megbízható, jó terméket ad el, tehát nem kell attól tartani szerencsére az esetek döntő többségében, hogy nem is kapom meg a terméket, vagy nem azt kapom meg, amit kiválasztottam. Tehát szerencsére most már nagyobb arányban vannak a pozitív tapasztalatok. Tehát én azt gondolom, hogy a jelentős részük megmarad az online térben. Az más kérdés, hogy van egy olyan kis hányad, vagy éppen pont a termék specialitása miatt, ahol továbbra is fontos lesz, hogy élőben meglássam, megfoghassam, megszagolhassam az adott terméket. De én azt gondolom, mint ahogy mondtam is a beszélgetésünk elején, hogy ez a tendencia nem hogy csökkenni fog, hanem még tovább fog nőni, és hamarosan mi is el fogjuk érni ezt a 20 vagy akár 30%-os arányt a teljes kiskereskedelmi forgalom tekintetében. Krisztián, nagyon szépen köszönöm a tartalmas válaszokat. Én pedig nagyon szépen köszönöm a szuper kérdéseket és a lehetőséget, hogy beszélgethettünk.